Ahogy ezt a Zsolt nekem mondta, alapvetően középiskolásokra készítem, tehát, és most látom, hogy nem minden kezdene, hogyha mindenki oda kérdezni magát, mert hogy hát mivel ami gondol akarok, alapvetően, ha nekik szálltam, akkor sokat számára ismert lesz, de remélem, hogy az összességében ő hasznos, hiszen az a célom, hogy a kapcsolatom előnek kapcsolatban azt az állítást, amit itt a helyi tévének is mondtam, hogy ma már a nukleáris iparág úgy kiforrott a technológiában, mint hogy kiforrott sor más iparág, és amikor valamikor veszélyeztetett az emberiséget, többek között például a légipar. A atomerőmű helyzete, helye a hazai nemzetgazdaságban ezen az ábrán bizonyos mérték szemléltetett, de a zöld, halványzöld mező mutatja a hazai villamos energia felhasználás volt azt a hányadot, amit évek során a Paksat emelőnek adott. Tehát hozzám 14 gigawattóra villamos energia, 14-15 gigawatt villamos energia, de éves villamos mennyiségben járultunk hozzá a hazai fogyasztáshoz. Egy pár szót a elvi működéséről az erőműnek. Hát általában egy hagyományos erőmű az a lapszik, hogy van valamilyen berendezés, amit gőzt állít elő, mondjuk az egy kazán. Az atomerőmű annyiban különbözik ettől, hogy nagyon egyszerű mondani, hogy a kazán helyett egy atomreaktor van. A kazán általában teljes erőműhöz képest, a hagyományos értelemben a terményhöz képest egy kicsi. Nálunk itt a turbina részleg minden más eszköze, kondenzátor és itt tovább épület keresztmetszete tekintve ekkora. Maga az a térrész, ahol viszont ez a reaktorövület és a reaktorhoz tartozó berendezések vannak, úgy hívjuk, hogy pionertelenül reaktorövületet, így néz ki. Magáról a reaktorról társza, tehát így néz ki élőben, amikor valamikor berakták a reaktort, akkor így emelték föl. Kicsit tovább azt mondtam, hogy üzemanyag az kazetták formában, a kötekben van. Egyrészt a tabletták formában van jelen a maga az üzemanyag. Az urán, ezek urán tabletták. Ezek csőbe vannak helyezve, és a csőek egy pálcát képviselnek, tehát 2,5 méter hosszú pálcában. Tehát most maga a reaktor látszik, a mokkosodás hogy zajlik a reaktorban. Ha az urán 235 izotópot, urán és lófot, egy neutronnal bombázunk, egy minden lassú neutronnal, ez most nincs különösebb jelentősége, az gerjesztett állapotban kerül a fölhasad, és valamilyen két, átlagban két új elem keletkezik. A láncreakció pedig az, amikor egy ilyen hasadásban több átlagban, kettőnél több neutron is keletkezik, ami, hogyha megfelelő körülményeket biztosítunk a reaktorban, újabb hasadásokat hoz létre, és akkor beindulhat egy folyamat, aminek az animációja látszik itt. A módon ott rengeteg radioaktív elem, ami lebomlik, az olyan aktivitású, hogy magát a főtelemet, ha nem hűtjük, képes pillanatok alatt fölmelegíteni. Nagyon fontos a nukleáris biztonság megtartása érdekében a láncreakció szabadságáról és a hűtésről folyamatosan gondoskodni. Nem elég csak magára a hűtés, hogy nyilván olyan megoldást kell találni, hogy a keletkező radioaktív anyag egyébként a fizikai mozgások révén se tudjanak a környezetbe kikerülni, ezért fizikai gátokat terveznek az atomerőműnek. Magára az erőműre vonatkozóan nagyon fontos az, hogy a hűtés, tehát a biztonságos állapotban tartás biztonsági rendszereket szolgálja. Nem csak aktív biztonsági rendszerek vannak, amit az előbb mondtam, de lennék-e passzívnak is. Említettem azt, hogy minden biztonsági rendszer független, mást a villamos betáplálása is független kell legyen. Éppen ezért minden biztonsági rendszernek egy-egy önálló saját dízelgenerátora van, ami automatikus induló üzemzavari eszköz, környezetvédelem. Ez a táblázat azt mutatja, hogy miközben ugyanannyi, tehát egy éven át ezen a volt teljesítmény erőmű, egy fekete szeget használó erőmű, egy 2 millió tonnát használó fel, addig mi csak 20 tonna urán használunk föl. Környezeti hatást tekintve az mondható, hogy mind a mérőrendszer, berendezőrendszeren keresztül, meg a konkrét kibocsátáson keresztül, amit mérünk, mi mérünk, mérünk a hatóság és mérnek a civil szervezetet, mind azt igazolják, hogy ott van a környezetére hatást negatív értelemben nem gyakorol. Pozitív értelemben igen, hiszen az a természet annyira gazdag és szép, és hogyha valaki ezt egyszer megnéz, akkor, és összehasonlít egy hagyományos erőművel, akkor meggyőzi saját szemüvel.